Sziasztok! Ma az Easy Sketch Pro nevezetű programot szeretném bemutatni nektek, ami egy animációs program, és arra lett létrehozva, hogy a reklámkampányainkat egy kicsit feldobjuk, és élvezetesebbé, figyelemfelkeltőbbé tegyük, vagy tehessük. És úgy gondoltam, hogy néhány embernek ez talán segít, ezért végigmegyek a különböző lépéseket. És a lépésben a settings menüt kellene megnézni, és megnézni, hogy mekkora az a felbontás, amin éppen van. A 1280x720-ast javaslom. És akkor láthatjuk, hogy ez a fehér mező az, ahova tudunk dolgozni. Többféle dolgot tudunk csinálni, vagy egy előre megvásárolt háttérkép szettet használunk, vagy saját képet, akkor viszont ugye az kicsit máshogy működik, mint a háttérkép. Láttam egy jót múltkor. A Honitit megvásároltam, elég sok bónuszt adtak, 12 hónapnyi háttérkép kollekciót, amit egyébként úgy tudunk berakni itt az Add to Library menüben. Emlékeznék, hogy hova töltöttem le, akkor könnyebb lenne. A címek hajtó. Easy Sketch Pro, Library Background, igen, Background, ez az. Tehát itt könyvtárat kell kijelölni, itt a BG már bent van, és akkor a mapa választással gyakorlatilag létrehozza ezt a BG-t, amiben ugye különböző felbontású háttérképek bent vannak. Amik elméletek ugyanazok, mint a kisebbekben, csak nagyobb felbontású képekkel. Tehát berakhatunk ilyen hátteret, de hogyha egy képet akarunk az előre rajzolt dolgokból, vagy pedig a számítógépünkről, akkor itt tudjuk ezt megtenni. És mit tudom én, hogyha egy ilyen képet akarunk berakni, akkor azt megtehetjük itt. Berakja ezt a képet, és láthatjátok, hogy itt van ez az egy, és ez azt jelenti, hogy ez az első kép az, amit megrajzol a program. Nézzük is meg, hogy hogyan működik a rajzolás. Ha kétszer rákattintunk az egérrel, a jobb egérgombbal, és utána a bal egérgombbal a Properties-ből bemegyünk, akkor egy csomó mindent be tudunk állítani. Például az, hogy draw by hand, az azt jelenti, hogy kézzel rajzol, de aztán is megtehetjük, hogy behúzza egy kéz. Nézzük meg, ez mit csinál. Ott a kéz is behúzza ezt a képet. Aztán választhatunk olyat, hogy homályosból élessé bevillan, az valami ilyesmi. Vagy drag behúzás, ez nem tudom mi pontosan, mindjárt megnézzük. Csak így beesik fölülről lefelé. Aztán van olyan, hogy csak simán rajzol, ezt még nem próbáltam, megnézzük mi ez. Aha, kéz nélkül rajzol. Ez annyira nem jó. Legyen kézzel rajzolás, és itt különböző időket tudunk beállítani. Az idő az, mi előtt elkezdi a rajzolás, ez 0 másodpercre van állítva, time drawing, tehát mennyi ideig tart, míg megrajzolja.
hogyha beállítom mondjuk 10 másodpercre, akkor akkor az sokáig tart, sokkal többet tart, még megrajzolódik. Ez az, amikor eltűnik a kép, az mennyi ideig tart, és amiután megrajzolta, mennyi ideig maradjon még látható, ezt mondjuk állítsuk 3 másodpercre, illetve az, hogy hogyan tűnjön el, például húzzuk ki a képernyőből, és mennyi ideig tartson a kihúzás, az is legyen mondjuk 3 másodperc. Mentsük el, nézzük meg, mit csináltunk. Hát, hogyhátok, hogy most már egy kicsit hosszabb ideig rajzolja szépen az emberke. Igen, megjelenik, és kihúzza. Akkor ami még fontos menü, az a Hands. Hát kiválaszthatjuk, hogy a rajzolásos kezünk az milyen, és mekkora méretű legyen, 750 pixeles, vagy legyen 1200 pixeles, legyen mondjuk ez. Nézzük meg, ez hogyan néz ki. Wow. Kicsit nagy lett ez a kéz. Lehet, hogy inkább visszaadjuk a kicsi. A kicsire az talán jobb. Ami egy kicsit negatív ebben a programban az, hogy minden egyes változtatás, amit megcsinálunk, azt az elejétől kezdve kell meg végignéznünk, legalábbis én nem találtam meg azt a menüt, hol lehet ezen módosítani, és ez egy kicsit le tudja lassítani az egész folyamatot, főleg a vége felé, amikor csak kicsi finomításokat akarunk csinálni a rajzunkon. Aztán a text menüben tudunk különböző szövegeket is belerakni, ugye vastagon, félig döntötten, méretét beállítani elejére, közepére, milyen típusú legyen a szöveg. És akkor itt is ugyanazokat a dolgokat be tudjuk állítani, meddig rajzolja, mennyi idő után lépjen ki, hogyha akarjuk, hogy kilépjen. Aztán tudunk zenét hozzá rakni, legyen mondjuk ez előre beállított, de a Browse-ba tudunk sajátot is belerakni, a hangerejét be tudjuk állítani, az, hogy loopban, tehát folyamatosan ezt játszom. Meg tudjuk hallgatni, hogy mi az, amit beraktunk. Hát ez egy csodálatos zené. Jó, mindegy, legyen ez. Ez 164 másodperces zene. Illetve van lehetőség arra, hogy voiceover, tehát általunk felvett zenét, vagy akár most a Jabran keresztül bemondott szöveget is hozzáadjuk. Csinálok egy tesztet, ilyet még nem csináltam. Sziasztok, ez egy teszt. Teszt. Nem tudom, hogy sikerült, de nézzük. Sziasztok, ez egy teszt. Jó, levesszük a musicot. Remove, igen. És akkor csak a... Sziasztok, ez egy teszt. Teszt. Na, nagyszerű, tehát akkor a voiceover is sikerült. És így működik.
Egyébként nem kell az, hogy kihúzzuk, tehát hogyha a képet akarjuk, hogy bent maradjon, akkor nem állítunk be itt semmit. Exit time, és akkor... Sziasztok, ez egy teszt. Teszt, teszt, teszt. Gyakorlatilag a kép nem fog eltűnni, és a teszt szöveget rá fogja írni. Pár másodperc múlva. Oké. Hogyha több szlájdos videót szeretnénk, akkor ugye itt az új szlájdal tudunk belerakni új dolgokat. És ugye... Sziasztok, ez egy teszt. Teszt, teszt, ja, teszt. Ez, mivel backgroundot raktam, ugye mindegyikre rárakja, ami nem volt annyira jó dolog, de ezen majd javítunk. Tehát arra kell figyelni, hogy ha több szlájdosot csinálsz és backgroundot beleraksz, akkor mindegyik szlájdon az a background lesz, akkor ezek szerint. Ezt még nem próbáltam, hogy hogy ez hogyan működik pontosan, de akkor próbáljuk meg egy képpel. Gyakorlatilag bármit belerakhatunk, amit akarunk ezekbe a könyvtárba, elég sok mindent lehet találni, és a számokat úgy tudjuk változtatni, hogy rákattintasz, jobb egér gomb és order up vagy order down, ugye ezzel lefelé tudom, hogy a harmadik legyen első, de hogyha azt akarom, hogy ez legyen az első, akkor ezt is lejjebb rakom, és akkor ez a fickó jelenik meg először. Sziasztok, ez egy teszt. Teszt, teszt, teszt. Igen, ez egy kicsit lassú folyamat. Látjátok, hogy a fickót rajzolja meg először, utána ezt a zöld akármit, és utána a teszt kettő szöveget. Jó, és hogyha végeztünk, és úgy gondoljuk, hogy ez a videó elkészült, és minden benne van, amit szeretnénk, akkor az export nevezetű menüvel tudjuk ezt megcsinálni, ami nem áll másból, mint végigrajzolja az egész videót gyakorlatilag, és így szépen lassan lementi a fájlt nekünk. És hogyha a mentés megvan, akkor gyakorlatilag egy MP4 formátumú videót hoz nekünk létre, amit hogyha akarunk YouTube-ra föltöltünk, vagy más videó megosztóra, és attól kezdve tudjuk használni a promóciónkban, tudunk rá hivatkozni, be tudjuk ugye csatolni akár a honlapunkhoz, vagy a honlapunkba, úgyhogy ezzel jó kis profi dolgokat lehet csinálni. Ez, amit én most csináltam videót itt, ez nem mondanám profinak, ez csak ilyen példa szinten mutattam meg, hogy hogyan is működik. Itt azt kérdezi, hogy megnyissa a videót, nyissam meg, és akkor ugye láthatjuk, hogy mi az, amit alkottunk. Hány másodperces, ez körülbelül 31 néhány másodperces videó. És gyakorlatilag ennyi, illetve videót is be tudunk állítani, ami úgy kezdődik, hogy azt is megrajzoljam.
vannak videóim, nincsenek. Mondjuk rakjuk ezt a 20 dolláros dolgot. Sketcheljük a videót, és adjuk hozzá. Oké. Ezt most kitöröljük, hogy hamarabb így menjünk. Nézzük meg, mit alkottunk. Ez egy teszt. Teszt. És akkor láthatjuk, hogy a videó, aminek az első képe a 20 dolláros üzletben a kéz volt, ami jelenleg rajzolja, gyakorlatilag azt is rajzolja, de hogyha valós videót raknánk be, akkor is úgy működne, tehát ami nem rajzolva van, hogy az első képét a videónak így sketchelve meg rajzolja, és gyakorlatilag a rajzfilmből idézi be, a valóságba megy át ez az egész kis videóbe implementálás. Jó, igazából azokat a funkciókat, amiket használni szoktam, megmutattam. Láthatátok, hogy nem egy nagy ördöngösség, és viszonylag gyorsan lehet kis videókat létrehozni. Úgyhogy akinek megvan, az használja egészséggel, akinek nem, annak meg javaslom, hogy vegye meg, mert nem egy drága eszköz, és szép jó dolgokat lehet vele csinálni. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!